Annak idején nem hittem volna mondjuk kisgyerekként, hogy ez, ma ez leszek, ami vagyok. Tehát hogy a munka mellett, hogy mennyi mindennel foglalkozok, mennyi mindent vállalok, de azáltal, hogy bizonyos rétegnek megfeleljek. Akár gyerekeknek, akár felnőttekről van szó. Hát bizonyítani akarok így a társadalomnak, a többieknek is, tehát az, hogy tehát fontosnak szeretném érezni magamat a világban is, meg a magam a körülöttem lévő embereknek. Most jól érzem magamat, sikerült, én úgy érzem, hogy sikerült, csak nehéz. Tehát ez egy kihívás, tehát az, hogy megfelelni mindenkinek. Akár a munka terén, a tánc terén. 14 éves kor még valahogy nem érdekeltem az embereket egyáltalán, vagy mivel nevelőszülőknél voltam, én ennek tudhatom, vagy ennek éreztetem azt, hogy valahogy nem volt semmi, nem volt kötelék, nem volt családi háttér, nem volt vérvonal, tehát akihez tartozzak, senki. És valahogy nem érdekelt azt az embereket, így a körülöttem lévőket, akiknél voltam több helyen is, hogy mi érdekel igazán. Tehát valahogy nem tudott ezt senkit érdekelni. Tehát hiába jártam íjászatra, hiába voltam sportszakkörös, vagy bármit is csináltam, valahogy soha nem kaptam semmit igazán. Semmi biztató szót. Tehát valahogy nem is éreztem magam jól gyerekként, tehát 14 éves kor még így valahogy nem is éreztem magam egyáltalán fontosnak semminek valahogy. Hát nem igazán, én nem éreztem ezt. Tehát ez, hogy 14 éves kor még folyamatosan hurcoltak, vittek nevelőszülők. Tehát 14 éves kor még 6 nevelőszülőnél voltam. Tehát az, hogy valakihez ragaszkodni tudjak, hát ez valahogy így nem. Én sem tudtam, hogyha szerettem volna, akkor ezt így nem kaptam viszonzást. Tehát 14 évesen, amikor bekerültem az intézetbe, az nekem egy nagy, hát egy összeomlás volt, ezt mondhatom. Tehát az, hogy voltak igaz barátok, haverok. Tehát onnan kiszakadni és egy teljesen más közegbe, egy más rétegbe keveredni fiatalok közé, akik ugyanolyan problémások, mint én, úgymond. Főleg érzelmileg problémások. Tehát beilleszkedni egy ilyen helyre. Tehát akkor nekem ez így egyszerűen lehetetlennek tűnt, hogy én ott el tudjak állni. Majd a későbbiekben ugye ez sikerült. Azáltal, hogy itt ugye bent az intézetben is barátokra lehetem, meg elkezdtem így kipróbálni magamat így sportterén, akár karate terén, karatéztam sokáig. Meg lementem atlétikázni, futottam. Ott már ugye azért kezdtem érdekelni ugye a tanárokat is, nevelőket is, hogy ők már láttak bennem egy kis lehetőséget. Még a szakközépiskola utolsó éveiben elkezdtem a breaktánccal foglalkozni, és sok fiatalt ugye magunk köré tudtunk ezáltal így csalogatni, mert ugye ez kihívás volt. Marfi nem volt még ilyen jellegű tánc, breaktánc. Hát mindenki próbált azért magát ugye megmutatni, hogy ki mit tud, kinek milyen határai vannak azáltal, hogy próbál egy-egy elemet eltanulni, és ezt már a kollégiumban nekünk ez sikerült. Ezáltal nagyon sok ember jött oda hozzánk, de a kollégiumban is nekem ott volt külön egy breaktánc csapat. Fogalmazódott meg igazán meg az bennem, hogy szeretnék fiatalokkal foglalkozni. Úgymond kihozni belőlük a kicsit a lehetetlent. Vagy a tehetséget meglátni bennük, vagy csak egy pár szót, jó szót szólni nekik azáltal, hogy igen, csináld, ügyes vagy. Néha lehet ez is sokkal többet jelentett nekik. Szeretek a fiatalokkal foglalkozni.
Szeretek velük lenni, szeretek velük örülni, nevetni, szórakozni, akár meghallgatni a bánatukat is. Tehát az elmúlt 10 év alatt rengeteg problémát hallgattam meg tőlük, meg sok mindent oldottunk meg együtt. Tényleg lehetnék olyan, hogy hazamegyek és csak így magamnak élek, meg siránkozok, bezárkózok. Jobb a saját lelkem attól, hogy jönnek, megdicsenek, eltelik 10 év, és van, amikor úgy jönnek oda emberek, hogy emlékszel rám, engem oktattál annak idején, és már családos apuka vagyok, vagy jó, mert volt rá példa, amikor iskola után már jó pár évvel jött hozzám egy fiatalember, hogy csak miattam kezdett el táncolni. Én olyan hatással voltam rá, hogy elkezdett sportolni, elkezdett táncolni. Látom azt, hogy én nagy gyereket fölkarolok. És csak néha csak pár perc volt ezek, hogy gyertek, csináljunk pár fekvőtámaszt, csináljunk pár fennállást, próbáljunk meg különböző elemeket. Tudom, hogy meg csak kicsit akar, kicsit figyeld a magadra, próbálj meg kizárni mindent magad körül. Tehát, hogy sokszor kaptam pozitív visszajelzést. Néha nagyon nehéz ezt csinálni. Rengeteg időt elvesz tőlem, nyűsztölni kell a fiatalokat, hogy gyertek, csináljuk ezt kell csinálni. Tehát, hogy sok időt elvesz. Néha már legszívesebben itt tényleg otthagynám őket. De vannak pillanatok, amikor így kész, nekem is sok. De látva azt, hogy jönnek a fiatalok, edzés előtt fél órával már ott vannak, én itt jól érzem magam, Lajos. Tehát nekem ez néha mindennél többet jelent. Az, hogy szeretek itt lenni, szeretek a nagyfiúkkal táncolni, és akkor jönnek, takarítanak. És senki nem kéri őket. Én úgy érzem, hogy amit annak idején úgymond elvesztettem, vagy nem kaptam meg 10 évesen, most így úgymond megkapom a fiataloktól. Tehát nem azt jelenti, hogy most kapom, hanem így folyamatosan, hogy a 10 év alatt így. Ezt soha nem vittem volna a gyerekként, hogy mondjuk 12 évesen, hogy én egyszer majd így táncos leszek, meg hogy így klubvezető leszek, meg hogy gyerekeket oktatok, viszem őket fellépni, ifjúsági rendezvényekre viszek egy külön fiatal csoportot. Tehát gyerekként én olyan szinten el voltam nyomva, hogy nekem mindez csak álom volt. Én nem is hittem magamban, mert nem volt ki inspiráljon, nem volt ki erőt adjon. Én teljesen elhagytam magamat gyerekként. Nekem első téren ugye a munka a fontos. Mármint a munkahely, hogy megfeleljek ott is. De próbálni, ami megint csak kicsit nehéz. Kapkodni kell, gyors ez a világ, gyors a termelés, nagyon le kell figyelni. Tehát nekem az először azt biztosítani kell magamnak a munkát, ugye a hátteret is. Szeretek dolgozni, szeretem a munkámat. Tehát, hogy cipészként is végeztem Martfin, igaz 4 éve dolgozok ebben a szakmában, de szeretem csinálni. Az, hogy breaktánc, az Martfin, aki fiatal, aki az elmúlt 10 évben táncolt, itt egy 100 főre biztos nyúlik. Tehát, hogy rengeteg is, akkor velük a mai napig így, ó, gyere, együnk egy sört. De van ez a biztos, meg ez a 6-7 fő, akiből mondjuk már 3-4 nem táncol, azok a heti szinten elmegyünk, iszunk, megbeszéljük a dolgokat, munkahely, család, gyerekek, mert már van olyan is, akinek már gyereke van, tehát, hogy meg rengeteg helyen voltunk velük. Hölgyeim és uraim! Pillanatokon belül kezdi show műsorát a Street Feelings! Nagyon sok fellépésünk volt így az országban, rengeteg. És így baromi sok helyen, nagyon sok helyen voltunk szórakozni, inni. Rengeteg szerintük haza egymást is, tehát volt olyan állapot, amikor így sajnos nem bírtunk csak 4 kézláb hazamenni. Tehát ezek olyan dolgok, hogy bármire számíthatunk egymással. Voltak anyagi problémáink, és így tudunk egymásra számítani. És ez így 10 év után szerintem ez nagyon nagy dolog. Amikor gyere nyugodtan hozzám, ide eljöhetsz aludni, vagy ha valami van szó, hogy tudunk biztosítani szállást, ez egymás közt is, így azért ez sokat számít. Nekem voltak rendőrségügyeim sajnos, és de ez 10 évesen volt, és akkor úgy voltam vele, hogy nem érdekel semmi. Akkor pláne az a korszakom volt, hogy 10 éves voltam, 16-17 éves volt, meg pláne se szerelem, se barátnő, se család, se anya, se apa, semmi nincs hátterem. Se anyagi, se családi háttér, azt akkor mi? Nekem akkor úgy voltam, hogy élni se akarok. Mert nem voltam sose az, hogy én most így véget vessek az életemet, csak akkor próbálj meg mindent, menjünk, csináljunk akármit, törjünk, raboljunk, lopjunk, mindig a saját magam kárára. Tehát ebből mindig én jöttem ki rosszul. Tehát az, hogy valakinek ártani, azt soha nem tudnék. Mindig bennem van a tánc.
tánc, a break tánc. Ha az nincs, nem jön össze Martin, vagy egyáltalán nem tudom megismerni ezt a táncot, ezt a sok jó embert sem tudom megismerni szerintem. Lehet, hogy akkor másfele vet az élet, másfele próbálok élni, akár dolgozni, és lehet, hogy nem is vettem volna egy házat, mert ugye ez úgy volt annak idején, hogy csak az miatt költöztem Rákóczi Újfaluba, mert ugye itt volt a breakdance, itt volt a művelődési központ, akkor már aktívan itt dolgoztam. És soha nem vonzott így a nagy város, valahogy nem. Én úgy érzem, hogy itt az emberek jobban megértik egymást akár faluba, vagy jobban, az emberek itt jobban tudnak egymásra számítani, jobban meghallgatják egymást. Egy nagyváros az nagyon zajos, gyors, forgatag, emberek jönnek, mennek, zsúfolt. Nekem sok. Sokat számít egy fellépés alkalmából az is, hogy mi hol lépünk fel. Tehát a legkevesebben lakott kis faluban voltunk annak idején, mit tudom, egy 5-6 évek tiszainokán 300-an voltunk. Kedvességgel fogadtak bennünket, tehát a sör, bor, szendvics, vagy egy csomó mindent kaptunk. Vagy akár Besenyszögön, mikor voltunk 2002 májusában. Szerintem ez egy olyan felépés volt, ahol nagyon sokan ott voltunk így martfiak. Annak a fele már külföldön dolgozik, már nincs is itt. Ott is, amit csak kértünk, már adtak. Tehát, hogy nagyon emberszeretők a falusiak. Mondjuk egy nagyvárosban volt, amikor csak megköszönték a fellépést, köszönjük szépen. Sőt, volt, amikor zenét sem biztosítottak nekünk, tehát úgy volt, amikor úgymond beatboxolni kellett az egyik táncosnak azáltal, hogy valami ütemet biztosítson a fellépés alkalmával. Tehát, hogy jobban szeretem a vidéket. Én most boldog vagyok, fontosnak érzem magamat. Rengeteg telefont kapok, telefont hív, tehát amikor Lajos lesz edzés, ú, Lajos, hol leszünk, itt leszünk, ott leszünk. Most nekem most elég nagy felelősségem van azáltal, hogy az Extreme Sport Egyesületnek az elnöke is vagyok. Egy bizonyos fiatalságot ugye ott is föl kell karolni, és tápolni kell őket, akkor van a maga a breaktánc, ott megint egy bizonyos korosztály van, meg van a 24 órás vetélkedő, ott megint van egy fiatal korosztály, tehát így most nekem nagyon sok mindenbe kell helytelni, ami felelősségre, utal felelősségre van, tehát ott a helyet kell állni. Örülök, hogy van munkám nekem. Én most nem tudok erre gondolni, hogy sokan mondják, hogy lehetne jobb munkám. Lehetne, de örülök, hogy van egyáltalán. Nem kell azon agyalnom, hogy holnap elveszítem a munkámat és hova menjek, mert tudom, hogy én csak magamon segíthetek. Tehát nincs az, hogy bárkitől pénzt kérjek. Tehát muszáj az, hogy én meg akarom becsülni itt magamat ennél a cégnél, a Martfi cipőgyárnál, mert ott is mondom, fontos akarok lenni, szeretnék ott is megfelelni. Monoton, de szeretem csinálni. Én szeretem a cipőt. Szeretem a cipőket, szeretek ebbe a műfajba dolgozni. Tehát van egy tök jó mondás, hogy a múltad meghatároz, de nem lehet teher. Tehát az, hogy a múltat az szól, hogy nagyon magunk közt kell hagyni, magunk mögött kell hagyni. Viszont tényleg ott van. Ezt nem tudom azt se elfedni, hogy tényleg mi voltam, hány helyen voltam, meg hogy voltak problémás korszakai, de kinek nincsen. Múltat nehéz nagyon magunk mögött hagyni. Ez ki is jön rajtam néha, főleg így az ünnepek alkalmával, vagy hogy tök egyedül vagyok, de utána jövök edzeni. Meddig van edzés, azt kérdezték, mi volt, ha nem lesz edzés, akkor már kitalálok mást, vagy valami lesz. Valami úgy is lesz az életemben, akkor vagy próbálok családot alapítani, mert most már lassan itt az ideje ennek is. Meg kéne találni magamnak kis párját, tehát kis életem szerelmét. Tehát ez se egyszerű a mai világban szerintem. Tehát ott is megvan az anyagi vonzata, kell a családi vonzata. Én ettől félek a mai napig, én azt, hogyha kérdezik, hogy miért nem akarsz már családot, én szeretnék, csak félek a jövőmtől, félek attól, hogy mi lesz, mit tudok megadni a gyerekemnek, tudok-e neki biztosítani. Azt, hogy én szeretem, meg hogy elkényeztetem, az egy dolog, csak én ezt sokáig akarom neki. Tehát azt nem tudom, hogy én meddig vagyok, ő lesz. Én hiszek a szeretetben. Ha nem is mondjuk az anyukámtól kapom meg, vagy így
a családomtól, ami nincs, én megkapom a gyerekektől. Ha néha kiabálok is felé, meg vannak viták, de jó. Nekem jó látni azt, hogy jönnek, értem, miattam jönnek magukért, meg hogy de jó lesz itt valójában, edzünk már. Néha hallom, vagy amikor látni, hogy hú, de jó lesz edzés, látni az a kis örömet az arcukon, hogy de jó, utána megyünk rendelni pizzát, de jó. Jó, ez csak pár ember, de nekem ez sokat jelent. Én szeretném még 10-15 évig ezt csinálni. Ha nem ezt, ha nem a táncot, akkor mást, akkor oktatni, akkor valami mást. Helyileg ez nekem így jó. De jó, minket már azért elég sok helyről ismernek bennünket így. Azáltal, hogy rengeteg ifjúsági rendezvényen vettünk részt. Tehát nagyon sok fiatalon megismerkedtünk. De nekem ez így sokat, én ezért nem kapok pénzt, úgymond semmi. Nekem ez így a lelkemnek jó az, amikor így néha csak beszélgetek valakivel. Tőlem 20-25 éve fiatalabb. Vagy sétálok az egyik hazakísérem az egyik kisgyereket, tudom én, az utcán is. Tehát, hogy nekem ezek jók. Meglátnak, megörülnek, elhapszik. Oda rohannak hozzám, vagy átkarolnak, mint például itt a balettos lányok is, tehát valakivel ismerem egy éves korót, és mai napig meglátnak, és rohannak is ölelnek át, mert gondolom, mert kötelező. Szeretnek, ez párom. Nem sokan, ez párom.